Köszöntöm nézőinket, önök a Hírháttér című műsort látják itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Egy választáson már túl vagyunk, 2014-ben ez az országgyűlési képviselőválasztás volt. Amikor leadtuk voksainkat és vártuk az eredményt, akkor már megjelent a Magyar Távirati Iroda közleményei között, hogy akkor hétfőtől, tehát április 7-től már postázták az európai parlamenti választásokra is az információs papírt, tehát május 25-én lesz egy választás, új választás, sőt, még majd az önkormányzati választásokra is 2014-ben kerül sor. Ez a választások évéről már beszélgettünk is jegyzőasszonnyal, aki egyben a helyi választási iroda vezetője. Sok szeretettel köszöntöm. Értékeljük azért az országgyűlési választásokat, részben azért most, hiszen most már teljesen minden szinten jogerőssé váltak az eredmények, most az elmúlt napokban, tehát a helyi szinteken is, a jogorvoslati határidők lejártával minden. Hogy zajlott a választás? Nem kaptunk mi különösebb értesítést, információt, rendkívüli eseményeket. Ezek szerint az a rengeteg szavazókörben, a rengeteg szavazatszámláló bizottsági tag jól végezte, rendben végezte munkáját. Így van. Nyugodt légkörben zajlott a szavazás napja, tehát rendkívüli események nem következtek be a Mosonmagyaróvári 05-ös választókerületben sem, és Mosonmagyaróvár városban sem. Mosonmagyaróváron 30 szavazókörben dolgoztak a kollégáim, a választókerületben pedig összesen 102 szavazókör fogadta a választópolgárokat. Valóban az eredmény már megállapításra került. Április 12-én zajlott az átjelentkezéssel és a külföldön leadott szavazatoknak a megszámlálása, és ugyanezen a napon ülésezett az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság, mely bizottság megállapította a szavazás eredményét. A megbízó levél átadása meg is történt, ez április 24-én közvetlenül a képviselőtestület ülése előtt az egyéni képviselő, akkor már képviselő dr. Nagy István számára. Nyertvehette a megbízó levelét, nem csak a képviselőtestület tagjai, hanem sokan mások is elmentek erre az eseményre, és talán volt egy különlegessége, hogy református lévén a református lelkész figyelmeztette, hogy a mandátumát nem csak a szavazóktól, hanem végső soron Istentől kapta, illetve meg is áldotta. Ugye ennek már volt egyszer, egy 4 évvel ezelőtt is, ha jól emlékszem, akkor a polgármesteri beiktatás, akkor volt egy ilyen lelkészi megáldás. Igen, ez az tehát ez egy ilyen személyes kérése volt, ugye, nem... így van. De ha már említette szerkesztő úr, a polgármester úr, országgyűlési képviselő úr megbizatását, akkor azt el szeretném mondani, hiszen volt több telefon is a városból. Ugye hallani a médiában, a sajtóban, hogy aki országgyűlési képviselő, polgármesteri tisztséggel ez a megbizatás összeférhetetlen. Ez valóban így van, de ez a szabály, ez majd csak az októberi önkormányzati választások után lép hatályba. Tehát polgármester úr, marad addig is. És akkor térjünk át az országgyűlési választásokról, ahol ugye részben lehetett listára, illetve egyéni képviselőre, vagy ugye egyéni képviselő, illetve nemzetiségi listára szavazni. Tehát tulajdonképpen összességében háromféle lista volt. Ennél sokkal egyszerűbb az európai parlamenti képviselők választása. Ha csak annyit, így most megnézzük első körben, hogy ott ugye csak listára lehet majd voksolni, és május 25-én lesz ez a szavazás, választás. Így van, köztársasági elnök úr május 25-ére tűzte ki az európai parlamenti választásokat. A lebonyolításában ez nem fog eltérni, valamelyest persze más szabályok mentén fogunk dolgozni, hiszen említette, hogy egy lista lesz. Ez tudásunk szerint 8 listát fog tartalmazni, illetve egy szavazólapon 8 lista fog megjelenni.
és őket már a választás.hu oldalon nyilván már meg lehet nézni, a nézők is le tudják követni, hogy mely pártok, jelölő szervezetek állítottak listát. Nekünk itt ezzel most dolgunk nincs. Én ezt akartam éppen mondani, hogy amíg az egyéni országgyűlési képviselőknél ugye egyrészt ki kellett adni azt a rengeteg ajánlóívet leszámolva, kinyomtatni, leszámolni, utána ellenőrizni, hogy mind visszakerült-e, utána ellenőrizni az aláírásokat, ez szerencsére most akkor nem az önök feladata. Igen. Ez azért részben egy könnyebbség, aztán ugye a listák számából, illetve hát magából abból, hogy egy szavazólap van, azért a számlálás is könnyedebb lesz. 21 mandátumot osztanak ki, ugyebár Magyarországról, önöknek igazából az a feladatuk a szavazókörökből, hogy összeszámolják a szavazatokat és továbbítsák, ugye? Így van, most az EP választáson az ország egy választókerületnek minősül, és a választókerületen belül szavazókörök vannak, hát Moson-Magyaróváron ugye 30, és a szavazóköri eredmények, ez fontos, tehát szavazóköri eredmény jegyzőkönyvek rögzítése után majd az országos eredményt állapítja meg a Nemzeti Választási Bizottság. Ez az eredmény megállapítás, illetve a szavazóköri jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatala, ez azt mondja ki a jogszabály, hogy 25-én lehetséges, akkor, amikor az Európai Unió minden országában lezárul a választás, mivel úgy emlékszem, hogy Olaszországban egy kicsit tovább lehet a szavazóköröket meglátogatni, ezért ez 23 óra után fog bekövetkezni. Ugye itt igazából minden egyes államban megvan azok a napok, amikor ez a hétvége nagyjából, amikor lehet szavazni. Ugye itt az a különbség, hogy vannak olyan államok, ahol nem vasárnap a szokás, hanem szombat vagy két napot keresztül lehet szavazni. Tehát ugye itt az eredményeknél ez a különbség, illetve hát annyiban, hogy most is az volt, ugye, hogy ameddig nem zárult le teljes mértékben a szavazás, például ugye Budapesten több olyan választókerület, illetve szavazókör volt, addig itt se lehetett nyilvánosságra hozni az eredményeket. Most egy kicsit több államot csatoltak hozzánk, Magyarországhoz, ha így nézzük, és akkor ugye az Európai Parlamentet így kell értelmezni, tehát ameddig valahol is szavazni lehet. Ugye az ajánlásnál nincsen probléma, önöknél, a jelölteknél szintén. Már a határidő le is telt, és ugye a lista nyilvános. Úgyhogy ezt már lehet akkor nézegetni. Ugye 5 jelölt lesz most is rajta a listán, az első 5 jelölt a listán, aki ugye a lista első 5 jelöltjét tudjuk elolvasni, aki a szavazólapokon van. Ami problémát szokott jelenteni, és most biztos, hogy nem lesz időnk felsorolni az összes lehetőséget, hiszen aki mondjuk osztrák állampolgár, de Moson-Magyaróváron él, ő is szavazhat, hogy szavazhat, ki mint szavazhat, hol lehet ennek utána nézni, mert az összes variációt, ha felsoroljuk, akkor lehet, hogy kihagyunk valamit, lehet, hogy valaki félreért valamit, ezért szerintem ez biztos, hogy írásban sokkal jobb megnézni. Így van, ez a választás.hu oldalon a gyakran ismételt kérdések közt minden variáció felelhető. Az a legfontosabb, két dolgot emelnék ki. Az egyik az értesítő. Az országgyűlési képviselőválasztásnál már megtapasztaltuk, hogy az értesítők kipostázását a választási iroda, Nemzeti Választási Iroda végezte, és nem ezt a kártya alakú értesítőt kaptunk, amit már sok-sok éve megszokhattunk, hanem egy hosszúkás borítékban, egy A4-es lapon tudtuk meg a választással kapcsolatos információkat, melyik szavazókörbe kell szavazni menni, hol van felvéve névjegyzékbe a választópolgár. Erre felhívnám a figyelmet, hogy ez most is így lesz. Tehát például jelezték többen, hogy nem kaptak értesítőt, és mikor meglátták a képét, amit kinyomtattunk a polgármesteri hivatalba, hogy valóban ez az értesítő új formája, akkor már felismerték, hogy valóban ilyet azért kaptak, de az is előfordulhat, hogy nem jutatta a kezébe. Ilyenkor a polgármesteri hivatalba, az igazgatási osztályon dolgoznak ezzel a feladattal a kollégák, lehet telefonálni a központi elérhetőségünkön, vagy a jegyzői titkárságra, meg lehet nézni, hogy a központi névjegyzéken szerepel-e a választópolgár, illetve kérhet értesítő kinyomtatását is. Ugye itt nagyon fontos az, hogy megfelelő lakcímünk legyen, épp egy ilyen
érdekességet hallottam, hogy elszámozták a házakat, és a számozást elfelejtette. Hát a férfi átjelent, bement, ahogy illik és kell, 8 napon belül bejelentette, a felesége viszont nem, és pont úgy húzódott a határ, hogy az egyik ebben a szavazókörben volt, a másik meg nem abba. Tehát ugye ezt mindig oda kell figyelni, hogy a központi adatbázisból dolgoznak, tehát ha mi nem jelentjük be, akkor ne csodálkozzunk, ha esetleg nem szerepelünk abban a névjegyzékben, amire számítunk, de valahol máshol biztos. Van-e különbség? Nincsen most a szavazókörök között. Az elmúlt cirka egy hónapban nem változott senki, tehát aki részt vett az országgyűlési képviselő választásokon, biztos mehet ugyanoda. Így van, ez pontosan így van, változás nem történik. A lakcímhez kapcsolódva még annyit, az új választási törvényben már megjelent, és ezt kellett alkalmazni már az országgyűlésénél is, hogy a választás kitűzését követően lakcímváltozásra, átnevezésre, köztelt átnevezésére, vagy ingatlan címének a módosítására nincs lehetőség, pontosan emiatt, hogy az állampolgár igaz lakcímkártya csere kötelessége van, bejelentési kötelessége, de ne sérüljenek a jogai. Ugye itt azért egy régebbi történetre jogozott, tehát ezért mondanom, se kell, hogy nem azóta történt. Választás napja, mozgó urnát hogy lehet igényelni? Ez a szabály, ez változatlan. Péntekig, tehát 23-án pénteken 16 óráig a választási irodától, polgármesteri hivataltól lehet igényelni, a szavazás napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól. Most akkor egy kicsit szusszanhatnak a két választás között, illetve ha megnézzük, akkor talán ez az európai parlamenti választás, ez a önöknek, munkatársainak a kicsit kellemesebb, vagy kevésbé dolgosabb, mint a, ugye volt az országgyűlési képviselés, majd lesz az önkormányzati választás. Reméljük, hogy nem kell most sem különleges eseményekről beszámolni. Hát, valóban így van, de ugye azzal, hogy ön is említette, hogy éppen talán az eredmény sem volt még jogerős, de már az EP választásra az értesítőket postázta a Nemzeti Választási Iroda, hát a mi feladataink is azzal rögtön még be sem fejeződtek, de ezt már elkezdtük, illetve hát a ház azért üzemel, nyilván városháza, képviselőtestületi ülés, és ilyenkor azért a tél után egy kicsit mindig jobban felpesdül a hivatal is. Köszönjük szépen jegyzőasszonynak, a helyi választási iroda vezetőinek, hogy elfogadta meghívásunkat és tájékoztatott minket részben az országgyűlési választások utáni feladataikról, részben pedig az európai parlamenti választásokról. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm meg. Most kivételesen ugyan szerda van, de hosszú hétvége következik, és hétvége előtt mindig térségi hírösszefoglalónkat láthatják így ma is, tehát most a járási panoráma következik hamarosan. Viszontlátásra!